Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Bátaszéken is megemlékeztek az október 23-ai eseményekről. Az ünnepi műsort követően Somosi Szabolcs alpolgármester a szabadság fontosságáról beszélt. A résztvevők megkoszorúzták Marsvát Péter kopjafát és az áldozatok emlékét őrző táblát a polgármesteri hivatal falán. Mit rejt a kétes jövendő? Miért borult a láthatár? A lelkek mély aggodalma szertelen viharra vár. Végítélet kürtje szólít élőket és halottakat. A kerub lángszárnya zúg-e megnyitván a sírokat. Ó nem! Népek háborognak. A föld egy nagy óceán, melyet megbántott kedélyek féktelen hatalma hány. Forra nemzetek haragja. Megmozdult a félvilág, mert az élet szennyugalmát zsarnokok felforgaták. Mint minden esztendőben, idén is a II. Géza gimnázium diákjainak műsorával vette kezdetét a forradalom és szabadságharc megünneplésének programja. A fiatalok versekkel és történelmi eseményekkel idézték fel az októberi eseményeket, a kezdetektől a védes megtorlásig végigvíve az ünneplőket a történések során. Menj el a térre, ahol fekszenek, mondták. Csak menj oda, ha nem hiszed. Elindultunk és néztük, hogy dörög egy helikopter a város fölött. Kocsikon fegyver, tankok, katonák vonultak a szabadság hídon át. A rádióban dobolt a gyászzene, szél fújt, a város vad lélegzete. Esőben csillogtak a háztetők, amikor megálltunk a tér előtt. Sötétedett már, nem láttuk a vért. Csak a gyertyák lobogtak a holtakért. S nem tudtuk, hogy ki ölt, és ki a holt. Hult az eső, halottak napja volt. Ezt követően az ünneplők megkoszorúzták a Mansfeld Péter emlékoszlopot, megemlékezve az 1956-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozatáról. Ő volt a pesti srácok egyike, a forradalom mártírja. Személyét a kommunista rezsim annak a propagandának erősítésére használta, mely a forradalmat a köztörvényes bűnözők lázadásaként állította be. Ezt követően a polgármesteri hivatalnál Somosi Szabolcs alpolgármester mondott beszédet, melynek központi gondolata a szabadság megélése volt. Én úgy gondolom, 1000 embert megkérdezve 1000féle választ fogunk megkapni rá. Én gyakorlatilag a filozófiának a klasszikus megfogalmazását hívtam segítségül, mely szerint a kívánt tett megvalósításának a lehetőségeként fogalmazza meg a szabadságot. Amint az elhangzott, gyakorlatilag hétköznapjainkban mi már fel sem mérjük azt a jólétet, azt a lehetőséget, amelyeket nap mint nap meg tudunk élni. Ehhez, hogy idáig eljutottunk, és ezt az életszínvonalt elérjük, úgy gondolom feltétlen szükség volt azoknak a hősöknek a küzdelmére, tevékenységére, akik akár 56-ban, akár előbb 1848-ban mindenféleképp a szabadság vágy iránti elkötelezettségükből tették, amit tettek. Nyilván az én generációm azért van nehéz helyzetben, hiszen szüleink 9-10 évesek voltak, tehát őtőlük objektív véleményt nem tudsz meghallgatni. Nagyszüleink és azok a felnőttkorú, aktívkorú felnőttek, akik 56-ban felnőttként vettek részt az eseményekben, sajnálatos módon már nincsenek köztünk, vagy egyre kevesebben vannak köztünk. Így mi igazán arra támaszkodhatnánk, amit tanultunk, de mi pont az a generáció voltunk, aki ugye még a rendszerváltás előtt tanulta a történelmet, az sem mondható teljesen objektívnek, most meg már kinőttünk abból, hogy tanuljunk. A rendszerváltás élményéről én úgy gondolom, tekintve, hogy akkor az én generációm volt az ifjú generáció, hiszen egyetemistaként éltük meg nagyjából rendszerváltást. Valahol az euforikus érzés át kellett, hogy jöjjön, amit vélhetően 56-ban vagy akár 1848-ban azok, akik változást akartak, éreztek. Én a magam részéről Baja főterén 2004. május 1-ének estén éltem meg például azt a pillanatot, amikor hazánk az Unió teljes jogú tagjává vált, és úgy gondolom az az érzés, amit akkor éreztünk, az a szabadság, az a demokrácia, ahova eljutottunk, de ahhoz, hogy ide kerüljünk, ahhoz azoknak az embereknek, elődeinknek a küzdelme volt feltétlen szükséges.
akik ezekben a forradalmakban és szabadságharcokban részt vettek. Bozsolik Róbert polgármester az ünnep kapcsán arról szólt, a szabadság egy döntés, melyet mindenkinek magának kell meghoznia. 1956-tal kapcsolatban azt gondolom, sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez nem szólt másról, mint egy idegen hatalommal szembeni ellenállásról. Pedig ennek a hatalomnak voltak magyarországi kiszolgálói is. És azt gondolom, hogy 56 kapcsán elsősorban azok az emberek ellen fordultak a magyarok, akik politikai érdekek mentén kiszolgálták ezt a rendszert, és ennek mindenfajta élvezői voltak. Bibó István mondta azt, hogy a szabadság ott kezdődik, amikor a félelem véget ér. Alpolgármester úr megfogalmazta, hogy a szabadságnak százféle fogalma van, és mindenki számára más-más jelent. Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet mindenki ízlelgesse, és gondolja végig, hogy mi a fontosabb, a szabadság vagy a félelem. Az ünnepség záró akkordjaként a város vezetői és a társadalmi szervek képviselői koszorúzták meg a polgármesteri hivatal falán lévő emléktáblát. 20. születésnapját ünnepelte a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület. A koronavírus járvány miatt októberre csúszó eseményt nagy érdeklődéssel fogadta a közönség. Közel 150 ember volt jelen a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartott jubileumi ünnepségen. Az ünnepi műsor keretein belül megemlékeztek egykori alapítójukról, Partiné Harcsa Magdolnáról is. Így ünnepelte a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület fennállásának 20. évfordulóját. A tánccsoport 2000 áprilisában alakult, de a koronavírus járvány miatt októberre halasztották a jubileumi eseményt. A Bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Házban tartott ünnepségen közel 150 ember vett részt, a járványügyi előírásokat betartva. Az évforduló alkalmával Kalmár Éva egyesületvezető igyekezett megismertetni a jelenlévőkkel az elmúlt 20 év legfontosabb eseményeit, és hogy egyre bővülő egyesületükben már 4 különböző korosztálynak tartanak foglalkozásokat. Egy táncos életébe, tehát lehet, hogy a legjobb élmény, a legnagyobb történés, ez lehet nem is egy fellépés, hanem egy táncpróbán történik, egy kiránduláson. Tehát ez a 20 év, ez olyan, hogy mindenkinek mást jelent. Nekem, mint vezetőnek elsősorban örömet, hogy vagyunk, hogy 20 évet túlélt a tánccsoport, mert viszonylag fiatal tagokkal működünk, illetve alakult ez az egyesület, és nagy örömömre szolgál, hogy 2000-hez képest, ugye 2000-ben egy felnőtt tánccsoporttal indult a munka, és azóta bővült az egyesület, most már 4 korcsoportban dolgozunk, tehát vannak tipegőink, akik az óvodásnál kisebb korosztályt alkotják, vannak az aprók, akik az óvodások, az utánpótlás tánccsoport az iskolás, és a felnőtt tánccsoport meg a felnőtteket öleli fel. Tehát minden korosztály megtalálja nálunk a lehetőséget arra, hogy közénk tartozon, hogy velünk táncolhasson. Büszkék vagyunk rá, hogy a gyerekcsoportjaink is a 10-15 főt elérik. Ugye azt tudni kell, hogy Bátaszéken rengeteg lehetősége van egy fiatalnak, egy gyereknek. Tehát a sportolástól, a zeneiskolán át, a modern táncig, balettig mindent tud választani és kipróbálni, és ennek ellenére nekünk mind a 4 korcsoportunk nagyon szép létszámmal működik, tehát csoportonként a 10-15 gyerek az általában megvan. Hát a felnőttek azok meg egy hát ilyen 5-6 pár, ami az aktív mag, és ugye itt is jönnek, morzsolódnak emberkék. Ugye nagyon nehéz, hogyha egy fiatal elkerül főiskolára, egyetemre, akkor ugye akarva, akaratlanul is, talán önhibáján kívül is ugye elmarad, lemorzsolódik. Családot alapítanak a fiatalok, ugye ez is egy olyan tényező, hogy távol tartja őket, de tapasztaljuk, és nagyon örülünk annak, hogy amikor már cseperednek a gyermekek, kezdenek visszajönni hozzánk, még ha nem is egyből táncolni, de az egyesület rendezvényein részt vesznek, eljönnek a programjainkra, és lassan, de biztosan szivárognak vissza az egyesület életébe. A korosztályok együttműködését nagyon fontosnak tartja a vezető, így létrehoztak már olyan koreográfiákat, ahol az utánpótlás és a felnőtt tánccsoport közösen állhat színpadra. Most indult el egy tendencia, mivel
rájöttünk arra, hogy nagyon nagy motiváló erő egy gyereknek, hogyha felnőttel állhat színpadra. Tehát most már egyre több koreográfiánk közös koreográfia. Itt a ma este folyamán is kettő koreográfiát is táncolunk, ami utánpótlás és felnőtt csoport egy. Együtt táncolja, mert kisegítjük egymást. Tehát ha a felnőtt csoport hiányos egy kicsit, akkor ugye jó, hogy ott vannak a gyerekek, és ugyanúgy fordítva. Illetve hát nagy öröm ugye a próbákon is együtt lenni, a tánc előadása, tehát a színpadon is közösen. Én azt gondolom, hogy ez a felnőtteknek is egy kicsit olyan vérfrissítő hatással hat, és öröm, hogy taníthatunk, hogy példát mutathatunk, és a gyerekeknek meg abszolút élmény és nagy motiváció, hogy már a felnőtt csoporttal lép színpadra, és kitart addig, hogy már ő is majd a felnőtt csoport aktív tagja legyen, és itt talán megtartjuk őket. Próbálunk azért a gyerekeknek is élményt adni, jó tapasztalatokat, tehát hogy ne csak a monoton és unalmas táncpróbák éljenek bennük, hanem az, hogy igen, hogyha ő ide jár és ide tartozik, akkor sok számos más programban is részt vehet. Bárki jöhet közénk. Erre élő példa az, hogy számtalan német felmenőkkel rendelkező fiatal volt már a tánccsoportnak a tagja, de ugyanúgy székelyek is táncolnak köztünk. Van, akinek semmi kötődése egyik népcsoporthoz sem, csupán a társaság, a tánc szeretete és az életforma az, ami vonza, és mi nagyon nagy szeretettel várunk bárkit a tánccsoportunkba. Vida Szaksz Lili 3 éves kora óta táncol a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesületnél. Azt mondja, kiskorában nehezen tudott elszakadni szüleitől, de itt gyorsan megtalálta a helyét. 10 éve táncolok a tánccsoportban, még Parti Olgánál kezdtem, az alapítónk lányánál, és nagyon megtetszett, hogy ilyen szép nagy ruhákba táncolnak, és nagyon megfogott ez. És azért eleinte nehéz volt, mert ugye itt kellett egyedül maradni, és a szülők elmentek, és ez nekem az óviba se nagyon tetszett, de aztán az, hogy jó közösségben voltam, és mindenki kedves volt, ez nagyon sokat segített abba, hogy beilleszkedjek ide, és azóta rendszeresen járunk próbákra, és mindig annyira jó az összhang, megvan minden, és nagyon sokat nevetünk, persze próbálunk is. 3 évesen a tipegőknél kezdtem, ugye már így hívják a csoportot. Most már az utánpótlás tánccsoportban táncolok. Tóth Márton és Burás Zsófia voltak a tanáraink, akiknek innen is, ha esetleg nézik, üzenem, hogy nagyon hiányoznak. Most pedig Péter tanár úr tanít minket, és vele is ugyanúgy olyan jól tudunk próbálni, ahogy régen. Nem hiába, hiszen a tanár úr nagyon szereti a néptáncot, valamint az oktatását is. Különben nem állt ez távol igazániból. Tehát én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni, ez az, ami teljesen kikapcsol. Azért, mivel hogy teljesen más jellegű, mint a matematika tanítás, vagy a fizika tanítás. Nevünkhöz híven én mindig azt az álláspontot képviselem az Egyesületben, hogy a felvidéknek a táncanyagát tanuljuk, és mindenképpen az legyen az, amit bemutatunk. Tanultunk már másmilyen táncokat is, mert éppen arra volt lehetőség, vagy mert megtetszett, de én mindig azon vagyok, hogy lehetőleg felvidékről hozzunk táncokat, szinte kimeríthetetlen egyébként a tájegység. És hogy honnan is indult az egész? Kezdetek előttől tudom a táncsoport történetét, mert én az alapítónkkal, Magdussal még egy kórusban énekeltem. A 99 őszén kerültem haza Bátaszékre, és én rögtön beléptem a pedagógus kórusba, akkor még Magdus is ott énekelt, illetve Olgi is a lánya, és hát szerencsésen találkoztak az igények arra vonatkozólag, hogy ugye addig itt Bátaszéken volt német táncsoport, de magyar táncsoport az nem. Így hát Magdus fejéből kipattant az ötlet, hogy hát akkor csináljunk egyet, és mivel ő felvidéki származású volt, Nagy Sallóból valósi a család, ezért
úgy döntöttünk, hogy a felvidéki táncokkal fogunk foglalkozni, illetve a felvidéki népcsoportot próbáljuk megjeleníteni vagy képviselni Bátaszéken, hiszen nekik még semmiféle ilyen szervezett egyesületük nem volt akkoriban. Tehát ő mindenképpen egy abszolút módon közösségi ember volt, mikor már ő érezte és tudta, hogy nem fogja tudni most már tovább csinálni, akkor egy ilyen pár hónapos betanulási idővel adta át az elnökséget az Évinek, Kalmár Évinek, aki azóta is az egyesületnek az elnöke. Egyesületünk alapítója Partiné Harcsa Magdolna. Ő hozta létre a tánccsoportot, ő alapította az egyesületet, őróla is megemlékezünk az est folyamán, hiszen ő nélküle nem lennénk itt, és hát mindig köztünk van. Trianonról szóló irodalmi estet rendeztek a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az 1920-as eseményekről szóló versek és novellák előadója és a műsor készítője Kasszás Géza volt. Ennek a bornak legalább lelke van. Nem úgy, mint az emberek. Azok a magyarok, akik a hazát vérre mentik, vérrel utalmazák. Nehéz feladat elé állítja magát az, aki vitatott, legalábbis nem teljesen tisztázott történelmi esemény köré akar előadást építeni. Kasszás Géza irodalmi estje Trianonról, illetve annak érzelmi következményeiről szólt. Tavaly két ünnep között, tehát december 29-én volt egy Trianon konferencia és művészeti napok, és megkértek, hogy készítsek egy műsort, egy egyórás műsort. Ezt valóban elkészítettem, és ennek a várnál nagyobb sikere volt, nagyon sok néző volt, és tényleg megérintette a nézőket ez a műsor. És akkor innen merítettem a bátorságot, hogy az NK-nál pályáztam, és támogatást kaptam arról, hogy ezzel a műsorral akkor járhatom az országot a továbbiakban, úgyhogy bevállaltam egy csomó előadást, és a legnagyobb örömömre ezeket meg is tudom tartani még ezekben a vészterhes időkben is. Határon túli területekre is elmegyek, tehát most Losoncon lett volna előadás, ami ugye Szlovákia nem áll még olyan jó sem, mint mi, járványügyi szempontok szerint. Tehát ott most minden rendezvényt lemondtak, ott mindent bezárnak, tehát ott ez most nem fog működni. De abban a pillanatban, hogyha ott is rendeződnek a viszonyok, akkor megyek. Akkor megyek oda is. De pajtás! Tértem vissza kisvártatva a kényes témára. Na arra, hogy lehet, mégis csak furcsa nekem ez a csíktábori dolog. Nagyon furcsa. Ezek kizárólag novellák és versek. Csak klasszikusok vannak. Tehát igazából szerintem a téma fontossága és a gondolat fűzi össze ezeket. Van ennek egyfajta építkezése, egy kicsit azért személyes viszonyom ezzel a Trianonnal kapcsolatban, az megjelenik, tehát ez szerint válogattam össze a verseket és novellákat, egy kicsit részemről személyes vallomás is egyben, de ezt igazából az nem tudja, aki nem ismer. Szóval szerintem senki nem tudja magyarul. Itt most nem én szerettem volna a magam írásaival megjelenni, hanem Babicsot idézem, Arany Jánostól szavalok, Aditól szavalok, Zilahitól mondok verset, Kós Károlynak van a kiáltó szava, ami szintén elhangzik, és Karintitól. Ez egy egyórás műsor, és hát eddig legalábbis akik ezt végigülték, átélték, azok ott olyan műsorról sokan sírtak például, tehát annyira képesek voltak átélni ezt a tragédiát. Nem tudom róla levenni a tekintetemet. Olyan borzadállyal nézek rá, mint valami kísértetre. 10 év alatt nagyon megőszült, megsoványodott. Borotválamon állán deres szakád ütközik, piszkos puhainkban rajta nyakkendő nélkül. Leteszi a tányérokat, poharakat, látom, amint csuklójával törli le homlokáról az izzadságot. 8-10 kiáltanak felé, ő anélkül kiált vissza, hogy hátrafordulnak. Hazam, kérem, hazam, uraim! Azt mondja a tanító.
Két éve szolgál már itt az öreg. Mindjárt adhatta a hivatalát, mert nem akart olá lenni. A már több mint 10 előadást megélt sorozat tapasztalatai azt mutatják, hogy olykor még az idősebb korosztály tagjai sincsenek teljesen tisztában a történettel. Az én generációmnál is ez nagyon nagy probléma volt, hogy nem tanultunk róla az iskolában. Ha az én szüleim erről nem beszélnek, vagy a szüleim társaság ezt nem említi, akkor igazából nagyon hiányosak lettek volna az ismereteim korábban, és ez nagyon nagy baj. Hát ez egy borzasztó tragédiája ennek az országnak, amit trianoni békediktátummal elértek. Tehát az a rengeteg magyar, akit elszakítottak tőlünk, az a rengeteg család, akit széttéptek, azok a területek, amiket elszakítottak Magyarországtól, ez borzalmas nagy kár. Tehát a történelem a Magyarország az nem véletlen alakult úgy, ahogy alakult, és ezt egy cinikus, gonosz, nem is tudok, tehát borzalmas szavakat tudnék mondani erre, hatalmak, ez sajnos tönkretették. De nem tudták egészen tönkretenni, és nem fogják tönkretenni. Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek, aki oltalmazott mindez idáig, és akit mi is megvédelmeztünk magunknak. Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét, és egy szilánkot, egy keresztre feszített ország keresztjén. Óriási felelősség és küldetéstudat kell ahhoz, hogy ezt a hangulatot és korszakot a fiatalabb korosztály számára is bemutassák. Ezt is zászlajára kívánja tűzni az előadás. Tudniuk kell. Nem csak azért, mert ez a történelem órákon ennek meg kell jelenni, hanem azért is, mert ez az ő szüleik, az ő rokonaik, azok családjaik, stb. Az életünk része, a mi életünk része, ennek az országnak a része. Tehát végig gondolni azt, hogy a vonat már nem tudja hozni a vasércet, mert a határon már nem tud átjönni, és ott egy idegenfajta kormányzás alatt van, ugye körbe Magyarországon. Tehát erről tudni kell már csak azért is, mert nem csak magyarországi jogtörténészek és jogászok által, de európai, egyre nevesebb jogászok által ez az egész békeszerződés, ez a diktátum, a létrejöttének a körülményei, ezek nem felelnek meg egy tisztességes szerződés viszonyainak. Tehát ez egy nem érvényes szerződés, ezt most már nagyon sokan mondják, és egyre többen mondják ki, és amikor Európa egy kicsit részhez fog térni ebből a tébolyból, amiben most van. Nyilván most nagyon okosnak kell lenni, nyilván most kőkeményen kell politizálni, azokat az eredményeket megtartani, új eredményeket hozni, amik ugye eddig megvalósultak, de nagyon bízom benne, hogy lehet, hogy már a következő generáció egy másféle Európában lesz, és ott lehet újra tárgyalni ezt a békét. Becser zászlónak, a hazának védelmében hányan elhullának? Vérükben a rúdját hányszor megfereszték régi ősapáink, de el nem ereszték. Így az ászló ránk örökbe maradt. Ránk hagyják azt, erős átok alatt. Személyes élményként adom át azt, amit ugye például Babics leírt, és pont ez az, hogy személyes élményként kerül a hallgatósághoz, ezért valamiféle érzelmi viszonyba kerül vele, és hát ez kell, hogy megfogja az embert. Tehát ezt kell, hogy felfogja, hogy itt nem pártokkal történt gond, hanem magyar emberekkel. A magyar emberek azok viszont ebben a megvilágításban azok nem pártagok, semmilyen pártnak nem a tagjai, semmilyen csoportosulásnak nem tagjai, ők a nemzet tagjai, akikkel ez történt, és a nemzet tagjai segítsék egymást. Tehát itt nincsen semmiféle más szempont, csak a közös nemzettudat, a közös kultúra, ami összetart bennünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
4,1 millió forintos pályázati támogatást nyertek a bátaszéki tűzoltók szakfelszereléseik fejlesztésére. Új légzőkészülékeket, motoros láncfűrészt és kárhely megvilágító lámpákat szereztek be a pályázat segítségével. Bóta Gyula tűzoltó parancsnok szerint 2020 a pályázatok éve volt, hiszen a bátaszéki tűzoltóság összesen több mint 20 millió forintos támogatást nyert eszközpark fejlesztésre, bérfejlesztésre és bérkompenzációra egyaránt. 2020 a pályázatok éve volt, mondta Bóta Gyula, a bátaszéki tűzoltóság parancsnoka. Az év folyamán több mint 20 millió forintot nyertek összesen, melyet eszköz, bérfejlesztésre és bérkompenzációs támogatásra használhattak fel. Legutóbb a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázatban a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság közel 4,1 millió forint értékű tűzoltó szakfelszerelést kapott. 3 évvel ezelőtt elkezdtünk egy pályázati forrásokból megvalósuló eszközfejlesztést, és bár nem értünk a végére, de számos olyan tűzoltó szakfelszerelésünk van most már, amit teljes mértékben meg tudtunk újítani. Ilyen például, ami számunkra nagyon örvendetes, a légzőkészülékek korszerűbbé tétele. Gyakorlatilag az egyes gépjármű fecskendőnkön most már csak Dräger légzőkészülékek vannak, amik könnyebbek, kompozit palackkal rendelkeznek, tehát egy beavatkozás során jóval könnyebben tudunk bennük mozogni, és biztonságosabban tudunk beavatkozni. Emellett, amit még pályázaton sikerült nyerni, kárhely megvilágító lámpát, kettőt, amire nagyon nagy szükség volt, hiszen egy nagyon-nagyon régi kárhely megvilágító lámpánk volt, ez mobil, úgyhogy tudjuk ide-oda vinni, hogyha erre szükség van, illetve 3 darab motoros láncfűrész, ami még a beavatkozásokat segítheti, illetve emellett az Önkéntes Tűzoltó Egyesület is nyert közel 700 000 forint értékben tűzoltó szakfelszerelést. Itt magassági ágvágó, tűzoltó védősisak, tűzoltó védőcsizma, illetve tűzoltó bevetési ruha az, amit nyertünk pályázaton. Jelen pillanatban fut egy projektünk, ez ugyan Önkéntes Tűzoltó Egyesület tekintetében a Mercedes-Benz 813-as gépjármű fecskendőnket szeretnénk árverésre bocsátani és egy korszerűbb gépjármű fecskendőre cserélni. Azt gondolom, hogy ami még hiányzik, folyamatosan ugye azért a ruhák elhasználódnak, mentőkötelek elhasználódnak, tömlőket fogunk majd még most lecserélni, tűzoltó tömlőket. Én azt gondolom, hogy önkormányzati tűzoltóság szintjén eszközparkügyileg rendben vagyunk. A bátaszéki tűzoltóság parancsnoka meg van elégedve az idei évvel, hiszen sok pályázati támogatást nyertek el. 2020 az abszolút a mi számunkra pályázatok éve volt, hiszen közel 15 millió forintot nyertünk bérfejlesztési pályázaton, ami a tűzoltóknak a hétköznapi munkavégzéséhez szükséges forrást biztosította. Ezen felül bérkompenzációs támogatást még 1,7 millió forintot nyertünk, és ami rendkívüli nagy büszkeségünk az az, hogy egy közel 12 millió forint értékű Volkswagen Amarok terepjárót is nyertünk az idei évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha mindezeket összevetjük, akkor közel olyan 20-22 millió forint az, amit az idei évben pályázati forrásként biztosítottak a számunkra. Bóta Gyula elmondta, hogy sajnos nem lehet mindent pályázati úton beszerezni, ami nagyon hiányzik a tűzoltóság életéből, és ezen egy pályázat alig ha tudna segíteni, az a munkaerő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!